A volán mögötti figyelmetlenség felzárkozni látszik a gyorshajtás és az elsőbbség meg nem adása mellé a közúti balesetek okozójaként. Egyre több a halálos kimenetelű szerencsétlenség, amely a sofőrök vezetés közbeni párhuzamos tevékenysége miatt következik be. Ezek a képek a múlt héten készültek Gyulakuta Szováta felüli kijáratánál. A 25 éves férfi aznap vásárolta autóját, 22 éves párjával pedig hazafele tartott, hogy megtervezzék a két hét múlva esedékes esküvőjüket. Gyorsan hajtott, mondja a rendőrség, ám vezetés közben próbálta bekapcsolni az életmentő biztonsági övet. Ekkor félrenézett, lesodródott az útról és egy fának csapódott. A férfi a helyszínen életét vesztette, utasa pedig súlyosan megsérült. Nem ajánljuk a gépjárművezetőnek, hogy úgy induljon el, hogy nincs bekapcsolva a biztonsági öv, és minden olyan tevékenység, amikor el kell engedje a kormányt, vagy a tekintetét félreveszi az útról, lenéz, leesik a cigarettahamú, leesik valami tárgy, azt próbálja felvenni, ezek mind elvonják a figyelmet, és fennáll a veszély, hogy egy kézzel elviszi a kormányt, vagy nem figyel oda, neki megy az előtte lévőnek, lefut az útról. Gombamód szaporodnak az olyan balesetek, amelyek a sofőrök figyelmetlensége miatt következnek be, figyelmeztet a közúti rendőrség. Bár a balesetek főbb okozói a gyorshajtás és az elsőbbség meg nem adása, múlt héten két szerencsétlenség is történt, mivel a sofőrök a vezetés helyett közlekedés közben mással foglalkoztak. A közúti balesetekben egy férfi életét vesztette, két nő súlyosan megsérült. Stábunkkal is kipróbáltuk a jelenséget, egy elejtett golyóstollat kerestünk az autóban, biztonságos körülmények között hajtottuk végre a próbálkozást, az autó valóban arra ment, amerre a tekintetünket vittük a keresgélés közben. Az ilyen jellegű balesetek aránya országos szinten is elérte a szerencsétlenségek egyharmadát, derül ki a rendőrségi statisztikákból.